Ez a tinórú vargánya, ebből lehet készíteni pörköltet, tejfeles nokedlinak is, rizsával, tejfölösen külön nokedli nélkül megsütve, és akkor tojással. Ez nagyon finom. Ebből szintén lehet, ez nyári csupros fogypinka. Ebből szintén lehet pörköltöt készíteni, és gombalevest. Tojással ugyanúgy lehet rizssel. Ez a galambgomba. Ebből szintén ugyanúgy lehet pörköltöt levesnek, rizsával, tejfölösen, tojással ugyanúgy el lehet készíteni. Olajba is nagyon finom. Ezt a szárát le kell vágni. Le kell vágni a szárát, és akkor ezt itt le kell húzgálni, ezt a hajat, így. Így le kell húzgálni, és akkor bele olajba, forró olajba, és akkor bele egy pici delikátot, őrölt borsot, és akkor át kell forgatni a forró olajba, hogy olyan, mint a pecsenye. Ez meg a császárgomba. Ez. Mi úgy hívjuk, hogy úrigomba. Ez is nagyon finom levesnek, pörköltnek, ugyanúgy, mint a többi gomba, ugyanúgy el lehet készíteni mindennek. Nagyon finom. Ennyi. Szárítani melyiket szoktál? Szárítani a tinórút. Szárítani is, meg fagyasztóval is. Lehet szárítani is, és ezt a galambgombát is. Ugyanúgy lehet fagyasztóba eltenni télére. Ez a tinórú, ez első osztályú. Télére lefagyasztani és szárítani is. Hát ugyanúgy főzni, mint a többi. Ugyanúgy pörköltnek, mindennek el lehet készíteni. Szárítva is. Forró vízbe beletenni, és akkor ugyanúgy feléled, mintha friss lenne.